101 házi kedvenc, a törpekecske. Nem kell átállítaniuk a tévéjüket, önök egy törpekecskét látnak. Általában fél méternél is kisebbek maradnak, csodálatosak. A tömegük 30 kilónál is kevesebb, és legalább 40 centivel alacsonyabbak, mint a háztáji kecskék. A törpekecskék nagyon intelligens, barátságos állatok. Csak akkorára nőnek, mint egy közepes méretű kutya. A kisebb és tömör méret biológiai előnyökkel is jár, az állat kevesebbet eszik. Az emberek meglátták és megszerették őket. Annyira, hogy kedvenc lett belőlük. A kecskék nyájban élnek, ezért szeretik, ha más állatok is élnek körülöttük. Az emberek nagyon kedvelik az olyan pöttöm állatokat, amik furcsa hangokat adnak ki, mint a törpekecske is. Gyerekkoromban nekem is volt egy. Milyen hangjuk van? Tetszik? Az emberek boldogan tartják őket a hátsó kertjükben, mert ezek a kiskecskék úgy legelnek, hogy csak a fűhegyét rágják le, mint egy fűnyíró. A lovak ellenben egészen a fű gyökereig lerágják a növényzetet. De a kecskék nem csak füvet esznek. Bármit megesznek, a fűtől az újságig. Szatyrot, fémet. Ezek megemésztéséhez a kecskéknek különleges gyomruk van. A tehenekhez hasonlóan 4 rétegű gyomruk van. Akár nagyon rossz minőségű eledelen is képesek megélni. De ehhez sokat kell böfögniük. És ezt komolyan mondjuk, óránként közel 10 liter gázt büfögnek fel. Ezek mély, morajló böfögések. De ennél kellemesebb dolog is jön belőlük. A törpekecskék a remek minőségű tejükről is ismertek. Az általuk termelt tej 7-9%-os zsírtartalmú, ami különösen magas. A törpekecskék az emberi történelem hajnalán háziasított, nagyobb kecskék közeli rokonai. Az államokba az 1930-as években hoztak be 2 fajtát, az afrikai törpét és a kameruni törpét. A tenyésztők a tejük miatt kezdték tartani őket, ma azonban már inkább hobbi állatok. Honnan tudhatjuk, hogy törpekecskével van dolgunk? Minden a méreten múlik. A felnőtt példányok marmagassága csupán 40 cm. Ritkán nőnek 20 kilónál nagyobbra. A hím vagy baktörpekecskék egy kissé nagyobbra nőnek, mint a nőstények, és hosszú szakálluk van. A nőstényeknek rövid szakálluk van. Nemtől függetlenül minden kecskének van szarva. A kis test azonban nagy személyiséget takar. Ez a kecske nagyon szereti a zenét és az embereket. Nedd meg a könyvet! Na és New Orleans? Ebben az összetartó közösségben Chauncey Gardner igazi híresség. Chaunceyval sétálni olyan, mintha egy szólíts meg feliratú pólót viselnék. Mindenki megállít és beszélgetni akar. Király, haver! Chauncey az Upper Ninth Wardban élő közösség ismert alakja, akit különösen a gazdái Michael Welch és Morgana King zenészek szeretnek. Már egészen gidakora óta őt nevelik. Nagyon szeretjük Chaunceyt. Egy hetes korában kaptuk meg, nagyon aprócska volt. Most viszont már túl nagy ahhoz, hogy felvegyük, bár szeretnénk. Szerintem azért jobb ő, mint egy kutya, mert nagyon független, mégis a társaságunkban akar lenni. A város többi lakójához hasonlóan a Katrina hurikán érkezésekor őket is evakuálták. Ők azonban néhány hónappal később visszatértek az otthonukba, és mindent újjáépítettek. Először az otthonukat, aztán Chauncey-val a közösséget. A kecskénkkel körbe szoktunk sétálni a környéken, és ez közelebb hozott minket a szomszédjainkhoz. Ő is része a csapatnak. Nagyon aranyos állat, szeretem. Chauncey nagyon szeret a gazdáival együtt sétálni ebben a laza városban. Velük tart a szomszédos jazzklubba is, ahol Chauncey is meghallgatja gazdája előadását. Ezt a számot például Chauncey ihlette. Amikor először megkaptuk, mindenhova követett. A sarkamban volt. Ezért írtam erről a dologról egy dalt. A szomszédokkal tartott összejöveteleken Chauncey mindig a középpontban van.
A zenész barátaim is nagyon szeretik. Ettől ők is nagyon különlegesnek érzik magukat. Ez a kecske ugyanolyan fura, mint mi. Talán nyugodtan mondhatjuk, hogy Chauncey nagy kanállal falja az életet, és akárhová megy, vidámságot fakaszt maga körül. Minden alkalommal ő a Michael által szervezett absztrakt zenei fesztivál, a Zajfest kabala állata. Ő vezeti az alkalmi jazzparádé felvonulását. Ki tudja, talán egy kis kecske is nagy tömeget toborozhat. Chauncey-nak nincs szüksége sok helyre, de minden törpekecskének kinti szállásra is szüksége lehet. Egy kis emelvény, meredély is kell, ahová felmászhatnak, mert a mászás nagyon fontos nekik. A tartásuk nem engedélyezett az államok minden területén, ezért vásárlás előtt ellenőrizzék a vonatkozó szabályokat. Mindent megesznek, de ez nem jelenti azt, hogy jól is teszik. Nagyon oda kell figyelniük a kecskék környezetére, nehogy olyasmit is megegyenek, ami veszélyes lehet számukra. A törpekecskék általában füvet és szénát esznek. Nagyon szívós állatok, de néhány probléma kezelése érdekében fel kell venniük a kapcsolatot az állatorvossal. A kecskéknél általában az emésztési zavarok állnak a lista élén. A törpekecske bármely családnak jó választás lehet, még a kisgyerekeseknek is, mert nem harap és könnyen kezelhető. Dióhéjban. A törpekecskéjüknek mindenképpen biztosítsanak kellemes kinti környezetet, ahol legelhetnek, menedéket találhatnak az elemek elől, és megmászhatnak dolgokat. Az esetleg előforduló emésztési gondjaik miatt rostban gazdag étrendet adjanak nekik, füvet, szénát és leveleket. A kecskék nagyon jó családi társaságot jelentenek, de ellenőrizzék a tartásukra vonatkozó rendeleteket.